A német hadsereg egészségügyi szakértői indultak Lisszabonba, hogy megvizsgálják, milyen segítségre van leginkább szükség a koronavírus újabb hullámától különösen sújtott Portugáliának. Az ibériai államban ismét emelkedik a fertőzöttek és az elhunytak száma. Az elmúlt 24 órában csaknem 300-an vesztették életüket, ami újabb szomorú rekord. Portugáliában az összes kórház intenzív osztályos helyeinek kétharmadán koronavírusos betegeket ápolnak, a katonai kórházakban pedig az étkezőket is betegek fogadására alakítják át. A teljesítő képességük határára ért ellátóhelyek mellett más gondja is van a portugál egészségügynek. A lélegeztetéshez szükséges oxigénkészletek is kimerülőben vannak. Az egészségügyi miniszter az uniós tagállamoktól vár segítséget. Ennek első lépése most a német egészségügyi személyzet érkezése.